Dr. Balogh János, ökológus, akadémikus professzor utazásai. Első sorozat. Őserdőben, sivatagban. 1970 és 1986 közötti utazások. Ötödik rész. Az új-guineai aranyláz. Kedves hallgatóim! Akik most valami forró trópusi beszámolót várnak tőlem, azt hiszem újra csalódni fognak. Mert hiába tart már harmadik hónapja ez az új-guineai expedíció, az utóbbi időben bizony többet fáztunk, mint amennyit izzadtunk. De hogy az eddigi szokásnak megfelelően járjak el most is, először talán az expedíció jelenlegi helyszínét próbálom leírni. Tehát egy lapos hegycsúcson, egy kis bádokházban ütöttünk tanyát, és előttem a kályhában parázslik a tűz. Utitársam, Hiroshima japán professzor a szomszédos ágyban fekszik, egy apjú pokróccal jól betakarva, mert a szobában előbb még a lehelet is meglátszott. Mondom, itt fekszik és mosolyogva hallgatja a számára teljesen érthetetlen nyelvet, amelyen én mai élményeinket elmondom az előttem lévő mikrofonnak. Hát talán ott kezdeném, hogy ma reggel párás, 30 fokos, igazi egyenlítői forróságból indultunk el a tengerpartról egy ócska autóval. Előbb mocsaras őserdőben haladtunk, amelyen át az út, mint valami zöld alagútban, úgy hatolt keresztül. Csöndes, szemergő eső kezdődött, és ebben a nyírkosságban egyszerre csak megszólaltak az énekes kabócák. Ezek a kabócák olyan 2-3 centiméteres trópusi rovarok, és néha egészen hihetetlen hangerővel képesek muzsikálni. Dél-Amerikában hallottunk olyan kabóca hangversenyt is, amelyet alig lehetett túl kiabálni. A tőlem 8-10 méterre haladó társaim akkor sem hallották, amit mondok, ha teljes erőből kiabáltam. Ezek az új-guineaiak valamivel halkabbak voltak, de hangjuk így is teljesen betöltötte az őserdőt. A ritka alkalmat azonnal felhasználtam, hogy magnós felvételt készítsek, és ezt a felvételt most visszajátszom önöknek. Kérem, figyeljék meg a jellegzetes kopogtató hangot, az az esőcseppek hangja a faleveleken. A kabócák erdejéből a Buloló folyó völgyébe érkeztünk ki. Ezt a helyet azért akartam meglátogatni, hogy helyszíni beszámolót adjak arról a vidékről, ahol ezelőtt talán 40 évvel az utolsó igazi nagy aranyláz volt. A 30-as évek elején fedezték fel, hogy a Buloló folyó homokjában aranypor van. A hírre óriási népvándorlás indult meg erre a vidékre. Egymás után két őserdei aranyváros is kinőtt a semmiből, először Buloló, utána pedig Vau. Utak nem voltak, és az óriási kőzetzúzógépek minden darabját kis kétmotoros repülőgépeken szállították a hegyek közé. Az aranyláz ugyanolyan gyorsan elmúlt, mint ahogy keletkezett, de a Buloló partjára kitúrt kavicshegyek és egy óriási kőzetzúzógép rozsdás váza ma is jelzi, hogy itt valamikor milyen nagy nyüzsgés volt. Még elképzelni is nehéz, hogy a csendes kis Vaunak 40 évvel ezelőtt 10 000-nél több európai lakosa, 11 mozia és több tucat kocsmája volt, ma pedig csak pár száz szabadságos állami tisztviselő és a környéken kutató tudósok látogatnak ide. Nekem ez a hely többek között azért is nevezetes, mert első új-guineai expedíciónkon 1965-ben egy trópusi felhőszakadás
és a vele járó hegycsúszamlás autóstól együtt majdnem a szakadékba sodort bennünket. Különben ezt a hegyomlást is az aranyláz okozta, mert éppen egy elhagyott aranybánya meredek fala indult meg felettünk. De most veszem észre, hogy a két legfontosabb kérdésemre még mindig nem feleltem. Arra, hogy miért jöttünk ide, és hogy pontosan hol is vagyunk. Talán a másodikkal kezdem, és gyorsan elmondom, hogy ez a bádokház körülbelül 2300 méter magasságban, a Mount Kandy hegy tetején van, és ahhoz a reli állomáshoz tartozik, amely az Új-Guineai rádió műsorát továbbítja észak és dél felé a magas hegyeken keresztül. Erről a pontról különben elméletben láthatnánk mind a déli, mind az északi tengerpartot. Azért csak elméletben, mert a trópusi pára és a magas hegyek miatt a táj majdnem mindig felhőbe van burkolva. Hogy miért jöttünk ide, annak kettő oka van. Az első, hogy tovább folytassam azokat a kutatásokat, amelyeket a Mount Kandy erdejében a múlt évben megkezdtem. Tavaly ugyanis ebben az erdőben 40-nél több, teljesen ismeretlen, a tudományra nézve új állatfajt fedeztem fel. Ezeket a vizsgálatokat szeretném most tovább folytatni. A másik ok éppen a magyar rádió hallgatói szempontjából talán sokkal érdekesebb. Itt találkoztam pár órával ezelőtt az Új-Guineai rádió egyik munkatársával, Bill Nolennel. Bill Nolan ausztráliai fiatalember és rádióbemondó. Bennünket azonban azért érdekel különösebben, mert a legfurcsább gyűjtők közé tartozik, akivel valaha is találkoztam. Azt hiszem, sosem találnák ki, hogy mit gyűjt. Ezért a legegyszerűbb, ha megmondom. Billnek van a legnagyobb dobszó gyűjteménye egész Ausztráliában. Ha esetleg valaki csodálkoznék, még egyszer megismétlem. Igenis, dobszót, dobolást gyűjt. Sietek mindjárt azt is hozzátenni, hogy Bill kizárólag benszülött dobszóra specializálta magát, és főképpen Óceánia területe érdekli. Gyűjteményéből tehát hiányoznak a modern európai zene dobszólói. Mikor én erről a különös gyűjteményről tudomást szereztem, azonnal kapcsolatba léptem vele, és megkértem, hogy játsszon át néhány érdekesebb darabot a gyűjteményéből számomra. Azt hiszem, hogy mindnyájan egyet értenek vele, ha a szokásos expedíciós beszámolómat ilyen rendhagyó módon fogom befejezni. Elvégre nem minden nap találkozik az ember olyanokkal, akik nem lepkét, bélyeget, levelező lapot vagy szalvétát, hanem dobszót gyűjtenek. Még azt is szeretném hozzátenni, hogy cserébe néhány dél-amerikai indián dobszót küldtem Billnek azokból a felvételekből, amelyeket annak idején amazóniai expedíciónkon készítettem. Különben ez volt életem első dobszó cseréje. Most pedig engedjék meg, hogy búcsúzóul bemutassak néhányat ebből a nem mindennapi gyűjteményből. Elsőnek talán a polinéziai szigetvilág legérdekesebb dobszólóit mutatom be. Ennek a felvételnek az is érdekessége, hogy az egyes szigetek nevét bekonferáló személy polinéziai és meglehetősen torzított formában mondja az egyes szigetek neveit. Érdekes azonban megfigyelni, hogy az egyes szigetek dobszólója mennyire eltér egymástól. Bahaj! Thank you.
Beatles! Befejezésül hallgassák meg a Bill Nolan féle dobszógyűjteménynek egyik legszebb Hawaii szigetekről származó darabját. Partieron pure meme y parte de teo de mi alma.